Oké. Elmondod még egyszer a kérdést? Igen. Az volt a kérdés, hogy az előző életek alapján az embernek van egy karmája, ami szerint ugye kap egy testet és különböző lehetőségeket, meg feladatokat, kihívásokat, és hogy a kérdés ugye az, hogy azok a vágyak, amik ugye az életében az embernek vannak, és ezek azokat nem éli meg, vagy nem éli ki, vagy nem engedi el őket, vagy nem transformálja át, akkor gyakorlatilag azokkal is befolyásolni fogják a következő életében, milyen testre, meg körülményeket kapjon. És mondott én azt, hogy gyakorlatilag azokat magával viszi ezeket a vágyakat. És az is lesz egy motor, a plusz a karma mellett még. Ez így van-e, vagy hogy van? Tehát, hogy ugye mi a helyzet azokkal a vágyakkal, amiket viszünk tovább magunkkal, mert a múlt vágyainknak megfelelően kaptuk ezt a testet, amiben most jelenleg helyet foglalunk, és mi lesz azokkal a vágyakkal, vagy mi történik azokkal a vágyakkal, amiket ott dédelgetünk a szívünkben, és esetleg nem engedünk el, vagy még akkor felmerülhet az a kérdés, hogy hogy lehet elengedni ezeket a vágyakat, Igen. úgyhogy hogy lehet áttranszformálni ezeket a vágyakat. Ez egy nagyon jó kérdés, mert mindenki rendelkezik vágyakkal, kivétel nélkül. Jó esetben lelki vágyai vannak, nem olyan jó esetben vannak anyagi vágyaik, és mit tudunk kezdeni ezekkel a vágyakkal? Ugye a vágyak azok olyanok, mint a benzin, hogy azok hajtanak minket előre. És attól függően, hogy milyen vágyaink vannak, akkor olyan irányba hajtanak bennünket. Nincs olyan élőlény, akinek nincsenek vágyai, mert akkor az már kő. Tehát, hogy mindenkinek vannak vágyai. Itt a kérdés, hogy milyen minőségű vágyaink vannak. Ugye ugyanúgy, ahogy a kötörők vannak különböző kötörőkkel tartozó anyagi vágyak. Például a jóság kötőjét, hogyha egy szóval akarnánk megfogalmazni, az az önfegyelem. Hogyha a szenvedélykötőjét egy szóval akarnánk megfogalmazni, az a kévágy, és ha a tudatlanságot egy szóval akarjuk megfogalmazni, akkor az a harag, ugye, vagy a bosszú. A szenvedély akkor az anyagi vágyak, főleg kévágy, és a jóság az pedig az önfegyelem. És hogyha egy lelki gyakorló van szó, akkor mit tudunk kezdeni ezekkel az anyagi vágyakkal? Egyszer, ugye előbb a sivatagról beszéltünk, beszélgettem Urmila Matadzsival, Srila Prabhupád egyik tanítványával, aki most volt itt. És beszélgettünk arról, ez pont 2008-ban volt, amikor ott nálunk vendégeskedett a mi házunkban, hogy hogyan lehet áthaladni az Anarta Nivritti sivatagán. Anarta Nivritti, ugye ez a nem kívánatos vágyak, nem kívánatos szokásoknak a sivataga, ami nagyon nehéz átkelni, és nagyon száraz, nagyon kellemetlen, és mit kell ahhoz csinálni. És az első, amit mondott, hogy kell megfelelő lelki élet, hogy énekelni a Hare Krishna Mahamantrát, tanulmányozni a szentírásokat, reggeli lelki gyakorlatot tartani, és amikor valaki ezt csinálja, akkor közel kerül Krishnához, Krishna jön közel hozzá. És akkor Krishna, amikor mi közelítünk felé, akkor meg fogja mutatni, hogy milyen vágyak állnak be közénk, ugye a kettőnk közé, hogy Krishna így az arcunkba fogja mutatni, hogy ez a vágy, ami még ott van, ez az anyagi vágy, ami még blokkolja a kapcsolatot. És ugye vannak különböző fajta vágyak, ugye például, és mindegyik vágynak, anyagi vágynak a gyökere az jó. Ugye, hogyha vesszük a kévágyat, ugye a szexuális vágy, miről szól a szexuális vágy, hogy valaki akar boldog lenni. Az, hogy boldogok akarunk lenni, az megfelelő. Ahogy ki van fejezve, mondjuk a szexuális vágyon keresztül, az nem fogja elégedetté tenni a lelket. Mert mindenki gyakorolja a világban, egyre eltorzultabb formában mégse elégedettek az emberek. Azért, mert nem a megfelelő módon teljesítik be ezt a boldogságra irányuló vágyat. Vagy a másik, ugye a mohóság. Miről szól a mohóság? Mi a mohóságnak a gyökere? Mohóságnak a gyökere az az, hogy akarunk biztonságot. Ugye miért gyűjt valaki egyre több pénzt, miért épít magának nagy házat, vagy miért veszi magát körbe biztonsági őrökkel, hogy megvédje a vagyonát. Ugye mert akar biztonságot. És az, hogy a
biztonságot akarunk, az egy megfelelő vágy. De hogyha ezt a mohóságon keresztül akarjuk kifejezni, akkor ez a biztonságra való igénynek vagy szükségletnek a rossz kifejeződése. Ugye, mert valakinek lehet akármennyi pénze a bankban, lehet rengeteg testőre, ugye, mint Kennedynek is, még sincs teljes biztonságban. És minden anyagi vágynak a gyökere az megfelelő. És amikor megértjük, hogy annak a vágynak, ami nekünk van, anyagi vágynak mi a gyökere, az a lélek, lélektől származik, ugye, mert a lélek örök tudással és boldogsággal teli. És ez az örökkévalóság a léleknek a sajátja. De amikor a lélek azonosítja magát az anyagi testével, és ezt az anyagi testet akarja örökkévalóvá tenni, akkor nehézségbe fog ütközni, mert ez az anyagi test ideiglenes. És a orvos bármilyen, bárhogy fejlődik az orvostudomány, nem tudják halhatatlanná tenni a testet. Ugye most már a robot technológiával próbálkoznak, hogy ugye vannak a paralimpiák is, és emögött is van egy gondolkodásmód. Ugye, hogyha ki lehet cserélni a kezet, a lábat ilyen mű robot eszközökkel, akkor előbb-utóbb minden alkatrész ki lehet cserélni, és akkor a alkatrészekbe próbál tovább én. Ugye ez egy nagyon kifacsarodott gondolkodás, de még mindig ez van mögötte. Hogy vágyunk az örökké valóságra. Azért, mert a lélek örökké volt, és a lélek nem tud mit kezdeni az elmúlással. Mert a lélek örök. A problémát nem tudjuk úgy megoldani, hogy az anyagi testet próbáljuk örökkévalóvá tenni, mert nem lehet, mert ideiglenes. De hogyha lélekként megtanulunk lélekként gondolni saját magunkra és lélekként cselekedni, akkor a lélek természetesen örökkévaló, és nem kell ez emiatt görcsölni, vagy nem kell emiatt aggódni. Ugyanúgy a léleknek a teljesen természetes, hogy tudással és boldogsággal teli. A lélek az teljesen transzcendentális, és alapvető helyzetében boldog, az a normális. De amikor a lélek elfelejti az alapvető helyzetét, elfelejti a Krisnával való kapcsolatát, akkor a anyagi világ sivatagba kerül, ahol nagyon kevés boldogság van. És amikor valaki a sivatagban van, és mutatnak neki egy csöpp vizet, akkor egy csöpp víz, az kétségtelenül víz, de nagyon kevés. Ugyanúgy az anyagi boldogság, amit valaki kap itt az anyagi világban, az olyan minimális, hogy nem teszi elégedetté a lelket. A lélek nagyon nagy mennyiségű nektár boldogságra vágyik. Mert az van, arról van tapasztalata a lelki atmoszférában, és arra vágyunk vissza. De amikor a lélek azonosítja magát az anyagi testével, férfi testtel, női testtel, akkor gondolja, hogy majd a szexuális élet elégedetté teszi. És nem könnyű ebből kijönni, ugye volt a híres Szent Ágostonnak az imája, hogy kedves Uram, kérlek, szabadíts meg engem a szexuális ragaszkodástól, de nem most, majd később. Ugye már olyan erős ez a ragaszkodás, hogy érti, hogy le kell mondani róla, mert ez pusztuláshoz vezet, de még mindig nagyon erősen ragaszkodik hozzá. De a szexuális vágynak a gyökere, hogy boldog akarunk lenni, az természetes, és az egy jogos, és az egy jó vágy. De a kifejezése nem teszi elégedetté a lelket. De amikor mi megértjük, hogy vannak ezek az anyagi vágyaink, amik egy csomó szenvedést is okoznak. Ugye a tiszteletre való vágynak az ára szégyen. Az anyagi boldogságnak az ára anyagi boldogtalanság. Az anyagi sikernek az ára kudarc. Tehát, hogy mindig keveredik szenvedéssel. De, hogyha mi akarjuk ezeknek a gyökerét, ennek minden a gyökere az Krisnánál van. Ő minden sikernek a forrása, minden boldogságnak a forrása, minden biztonságnak a forrása. És amikor mi akarjuk ezt Krisnától, akkor Krisna nagyon könnyen meg tud bennünket szabadítani a felesleges dolgoktól, és adja az eszenciát. Adja az eredeti lelki boldogságot, az eredeti lelki biztonságot, és a tiszta transzcendentális tudás, mert akkor van tiszta tudásunk, akkor tudunk mindent a megfelelő perspektívából látni, tudjuk a valóságot látni.
De ez az kell, hogy amikor meg akarunk ezektől szabadulni, nem olyan könnyű az anyagi vágyaktól megszabadulni, mert ragaszkodás, az azt jelenti, hogy ragad, mint a ragasztóval ránk van ragasztva, nem olyan könnyű levakarni. És az első, amit kell csinálni, hogy kell egy bűnbánat, hogy oké, nekem ezek a rossz tulajdonságok nem véletlenül vannak, azért vannak, mert én akartam őket, mert azt hittem, hogy jók. És amikor elfogadom, hogy ez nem valaki másnak a hibája, nagyon szeretünk másokat hibáztatni, ez egy másik nagyon, nagyon népszerű dolog, hogyha valami nem jól megy, akkor próbálunk keresni valamilyen bűnbakot, hogy ez valaki más miatt van. A migránsok miatt van, Orbán Viktor miatt van, a férjem miatt van, a feleségem miatt, a főnököm miatt, a gyerekeim miatt, valaki más miatt, csak nem miattam. De azért vannak ezek a rossz tulajdonságok bennünk, mert én akartam, mert azt gondoltam, hogy ez még jó lesz nekem valamire. És amikor ezt belát, próbáljuk őszintén megbánni, hogy igen, ez miattam van, és kérem Krisnát, hogy segítsen, hogy vegye el ezeket, akkor Krisna nagyon könnyen elveszi, mert Krisna nem probléma, hogyha mi engedjük. De hogyha mi kapaszkodunk bele, ugye, mint Szent Ágoston, hogy vedd el, de nem most, majd később, az azt jelenti, hogy még nem vagyunk nyitottak arra, hogy elengedjük. De hogyha nem engedjük el, ezek a anyagi vágyak bármikor megtámadnak bennünket, az anyagi rossz tulajdonságok, rossz szokások, ezek bármikor megtámadhatnak bennünket, és mint a kamikázé pilóták, ugye akkor belénk repülnek. Nem tudom, hallottátok-e ugye a második világháborúba, amikor az amerikaiak harcoltak a japánok ellen az óceánok feletti uralomért, főleg a csendes óceán feletti uralomért, akkor az elején az amerikaiak vesztésre álltak, ugye Pearl Harborról azt hiszem mindenki hallott, a történelemkönyvekben is tanítják, hogy ott még a kikötőbe a japán repülők, főleg kamikázék, hogy legyalázták az amerikai flottát. És ezután, a Pearl Harbor után, akkor a haditengerészet vezetői elkezdtek gondolkodni, hogy ha ez így marad, ugye a japánok figyelmeztetés nélkül támadtak, és felkészületlenül érte őket kamikáze pilótákkal, hogyha ezt így tovább folytatják, akkor kiszorítják őket a csendes óceánról, és akkor elvesztik ezt a részét a háborúnak. És akkor gondolták, hogy kell valamit tenni, és azt csinálták, hogy megtöbbszörözték a kémhálózatukat, hogy kiderítsék, hogy mi a japánoknak a következő terve, hogy fel tudjanak készülni, és hogy felkészülten várják a támadást. És a kémek akkor jelentették, hogy 2 nap múlva a Midway-szigeteknél ott van egy amerikai flotta, és hajnal 4:30-kor, úgy látszik, ők is mangalára készültek, mert pont azt akarták, hogy hajnalba támadjanak, amikor még alszanak, és akkor könnyű préda lesz az amerikai haditengerészet, ugye, mert akkor már éppen jön föl a nap, már lehet látni, de még felkészületlenek a katonák. De mivel a kémek jelentették ezt, akkor látták a tábornokok, hogy ez nagyon gáz. Hogyha ezt most elveszítjük, akkor kiszorítanak bennünket. De mivel volt 2 napjuk, volt idejük felkészülni, értesítették a flottát, és akkor amikor jöttek a japánok, nagyon pontosak voltak szokás szerint, 4:30-kor megjelentek Mangal áratira, függönnyitásra jöttek a japánok, de mivel az amerikaiak felkészültek, akkor tudták viszonozni ezt a támadást. És egy nagyon nagy csata volt, de végül nagy, hosszú küzdelem után az amerikaiak végül győztek. És itt úgy írják a történelemkönyvekben, hogy ez egy fordulópont volt a második világháborúban, a csendes óceán feletti hatalomért való harcban. És utána az összes többi csatát az amerikaiak nyerték. De azért, mert felkészültek rá, hogy tudatosak akartak lenni, hogy mit fog csinálni az ellenség, és meg akarták tenni azt, amit ők meg tudnak tenni ezért.
Ugyanígy nekünk is, sajnos az ellenség az itt lakik a szívünkbe, az anyagi vágyak, a rossz tulajdonságok a formájában, rossz szokások formájában, és bármikor támadhatnak figyelmeztetés nélkül. Amikor valaki egy komoly lelki gyakorló, és ki akarja ezeket tisztítani, akkor felkészül erre. Oké, mit fogok én csinálni akkor, hogyha jönnek ezek a késztetések? És hogyha valaki helyesen gyakorolja és felkészül arra, hogy oké, hogyha ez fog történni, akkor mit fogok csinálni? Ugye most fogunk olvasni majd az elmének a késztetéséről, dűnek a késztetéséről, nyelv, gyomor, nemi szerveknek a késztetéséről, és akkor Srila Prabhupád akkor mondja, hogy oké, ekkor mit kell csinálni, akkor mit kell csinálni, amakkor mit kell csinálni. És amikor valaki felkészül el és tudja, hogy mit kell csinálni, akkor nem lesz egy tehetetlen bábja a kötőerőknek, nem lesz tehetetlen bábja ezeknek a rossz tulajdonságoknak, hanem Krisna kegyéből akkor tud ezzel ellen harcolni, és győztesként tud kikerülni ebből a csatából, és meg tudja fordítani ezt a háborút, és ki tud jönni az illúzióból. És azért vagyunk itt, azért tanulunk most itt, hogy nekünk is legyenek ezek az egyéni győzelmeink, hogy legyen ez a lelki győzelem, amit fel tudunk használni azért, hogy kikerüljünk az illúzióból, és tudjunk tapasztalni az eredeti lelki boldogságot. És erre van igazából mindenkinek szüksége, hogy meg tudja ezt tenni. És akkor mondja, hogy ha erre felkészülünk, akkor Krisna látja a törekvésünket, nagyon könnyen el fogja ezt venni, mert ezek az ő szempontjából nem nehézségek, ez a mi szempontunkból nehézségek, és amikor Krisna látja, hogy őszinték vagyunk, és meg akarjuk tisztítani a szívünket, akkor ő megcsinálja azt, ami még kimaradt. Ugye, hogyha egy kisgyerek próbál takarítani őszintén, de nem olyan jól sikerül, akkor az anyukája a maradékot megcsinálja helyette. Ugyanúgy, hogyha Krisna látja, hogy megtesszük, ami tőlünk telik, akkor a maradékot, akkor ami tisztátlanság van, akkor azt ő ki fogja tisztítani. Tehát nem vagyunk egyedül ezzel a problémával. Jó, tehát hogy ez az anyagi vágyakkal, hogy az anyagi vágyak látszólag nagyon legyőzhetetlennek tűnnek, úgy néznek ki, hogy nem tudunk velük mit kezdeni. De hogyha van egy megfelelő lelki gyakorlatunk, ami főleg a szennév éneklésével kezdődik, hogyha megfelelő hangulattal állunk hozzá, ugye megbánjuk a bűneinket, és próbálunk hálásak lenni azért, hogy még mindig kapunk lehetőséget, és tudjuk a feltételekhez kötött helyzetünket, és kérünk Krisnának a segítségét, akkor Krisna kegyéből a megfelelő eszközökkel felvételezve, akkor ki tudunk kerülni az anyagi vágyaknak az irányítása alól, és a lelki vágyak irányítását tudjuk követni. De hogyha valakinek ez nem sikerül, és megmaradnak az anyagi vágyak a szívében, ugye az anyagi vágyak akkor sarkalni fognak bennünket egy következő anyagi testbe, hogy azt be tudjuk teljesíteni. Ugye, hogyha valaki mondjuk most repülni akar egy emberi testben, nem egy olyan könnyű. A Wright-férek próbálták, és akkor végül kifejlesztették a repülőgépet, ami valamit tud csinálni, de még mindig nem olyan könnyen tudunk repülni, mint mondjuk a madarak. De hogyha valakinek van ez a vágy, akkor vannak olyan létformák, amik nagyon könnyen tudnak repülni. Vagy amit említettem, hogyha a férfiak mindig a nőkön meditálnak, akkor női testet fognak kapni, és lehetnek 0-24 órán keresztül női testben. Tehát, hogy amilyen vágyaik vannak az élőlényeknek, akkor kap hozzá egy olyan testet, ami ahhoz illik. És ezért nem mindegy, hogy milyen vágyakat engedünk meg magunknak, mert akkor fogunk kapni hozzá egy olyan testet, ami illik ahhoz az anyagi vágyhoz. És nem hogy csak egy olyan testet, hanem akkor kell megfelelő jámbortettet letenni hozzá, hogy tudjunk kapni egy olyan testet. Tehát ugyanúgy, mint amikor valaki akar egy autót vásárolni, akkor egyrészt, hogy tudja, hogy mit akar vásárolni, hogy mi a vágya, és hogy mennyi pénze van, az a másik, ami meghatározza. Ugyanúgy, amikor mi akarunk egy anyagi vágyunkat teljesíteni, akkor ugye van a vágy, hogy mit tudjuk, hogy mit akarunk, és a másik, hogy kell hozzá egy megfelelő jámbortett készlet, egy jámbor-kredit, amin kifizetjük azt, megfelelő vezetéseket, áldozatokat, lemondásokat kell bemutatni ahhoz, hogy kifizessük.
vagy hogy így a legolcsóbb, vagy hogyha valaki nem akarja előre kifizetni, csak utólag, akkor behajtják rajta a szenvedések formájában, de akkor többet kell fizetni. Jó, ez így válaszolt a kérdésre? Neked van valami? Két részből áll a kérdés. A kérdés volt, aha, ugye, hogy ha van is egy ilyen vágy, ami igazából egy ilyen, tehát nem egy ilyen anyagi vágyra gondoltam, hanem lelki vágyra, így esetemben például lelki az vágy. Írás, hogy lelki vágy az írás. Én régóta szerettem volna ezt a verses kötetemet megvalósítani, meg az egyéb ilyen írói hajlamaimat, és akkor, hogy ez most sikerült, hogy ezt megkaptam. Uh-huh. És akkor, hogy még van, amit így szeretnék írni, meg már folyamatban is vannak, vagy már így félig meg készen is vannak, és akkor, hogy valójában itt ezt a vágyat itt ki tudom élni, uh-huh, és ezzel én megelégszek. Tehát, hogyha mondjuk, hogy írni szeretnél, hogy ez a vágyad, hogy ezt most megkaptam rá a... Megkaptad rá a lehetőséget, és akkor a kérdés... Itt több dolog van, hogy ez most lelki vágy, vagy nem lelki vágy, az azon függ, hogy mennyire kapcsolod össze Krisnával. Igen. Mert ugye ahhoz, hogy valaki Krisnáról tudjon írni, akkor neki is egy megfelelő tudatba kell lennie. Mert nem elég csak úgy Krisnáról írni, hogy csak írok, hanem akkor megvalósítottnak kell lenni, akkor a transzcendentális szintre fel kell lépni ahhoz, hogy róla tudjál írni. Mert amikor nem vagyunk a transzcendentális szinten, anyagi vágyink vannak, még akkor azok az anyagi vágyak be fogják folyásolni a látásunkat. De hogyha helyesen gyakorolod a lelki életet, akkor föl tudsz emelkedni a transzcendentális szinten, és amikor a transzcendentális szinten vagy, akkor leírod azt, amit látsz. Ugye, amikor Srila Vyászadév megírta a Srimad Bhágavatamot, vagy a Mahabharatot, ott ült a Himalájában. Hogy tudta leírni azt, hogy mi történik az univerzum különböző pontjain, különböző időkben? Azért, mert ezeket a bölcseket úgy hívják, hogy trikalagi, az azt jelenti, hogy látják a múltat, a jelent és a jövőt. És ha bár ott van a Himalájában, akkor mindent le tud írni. Ugye tegnap beszéltünk erről a lelki internetről, a lelki YouTube csatornáról, hogy amit történt itt a világban, azt mind tudják látni, hogyha csak ugye csak gondolnak rá, hogy én ezt akarom látni. És akkor elmondja, vagy akkor látja az elméjében, és akkor ő csak leírja. Ugye amikor úgy kezdődik a Bhagavad Gita, hogy Sanjay és Dhritarashtra beszélget, ugye Sanjaya Uvacha, Dharmakshetra, Kurukshetra, Samaveta Yutsava, Mámaka Pándavascha, Kimakurvata Sanjaya. Hogy akkor elkezdi mondani a Bhagavad Gita-t, de hol volt Sanjaya? Nem ott volt. Ő nem a Kurukshetrai csatatéren volt. Volt. Igen, ő Hastinapurban volt a palotában, a Dhritarashtra királlyal, és akkor Dhritarashtra király kérdezte tőle, hogy mi történik a fiaimmal. És akkor Sanjaya megkapta az áldást Vyászadévtől, hogy Sanjaya tudott mindent látni, ami a Kurukshetrai csatamezőn történt, tudta hallani, hogy miről beszélgetnek a harcosok, és tudta hallani azt is, hogy mire gondolnak közben. És amikor ő elmondja a Dhritarashtra királynak azt, hogy mi van a Kurukshetrai csatamezőn, akkor ezt Srila Vyászadév kegyéből tette. Ugye a Vyászadév trikalagi, és akkor megadta Sanjayának ezt a képességet, ugye adott neki egy internet hozzáférést ehhez, és akkor Sanjaya le tudta írni, hogy mi van a Kurukshetrai csatamezőn. És amikor valaki transzcendentál és szintre emelkedik, hogy gyakorlatilag megkapja ezt az internet hozzáférést, megkapja a lelkivilághoz, vagy attól is függ, hogy milyen a képesítés, hogy mennyi hozzáférést kap.
ugye amikor Srila Prabhupád, amikor írta a magyarázatokat a könyvekhez, vagy Srila Sivaram Maharaj írja a könyveket, ők nem csak azt írták le, hogy akkor mit írtak az előző ácsárják, hanem ők leírták azt, amit látnak. Csak mivel a transzcendentális szinten vannak, akkor ők le tudják írni azt, amit látnak, és azt egy könyv formájában megformálják, hogy akkor mi el tudjuk olvasni. És itt a feladat az az, hogy akkor neked is megtisztítod így a létedet, hogy te is megkapd ezt a lelkintelnet, holokanet hozzáférést, és akkor le tudod írni, és akkor szép szavakba tudod önteni. De ehhez arra van szükség, hogy komolyan gyakorold a lelki életet. Mert a szívnak a tükrét meg kell tisztítani, ugye Cséto, így kezdi Sri Chaitanya Mahaprabhu, Cséto Darpana Márdzsanam. Cséto Darpana Márdzsanam az azt jelenti, hogy megtisztítani a szívnek a poros tükrét. Most jelen pillanatban a szívnek a tükre nem tiszta. Mert most a szív tükrében azt látjuk, hogy én valaki más vagyok, mint Lélek Krisnának a szolgálja. Ugye nagyon érdekes a szanszkrit darpana szó. Ezt mondtam már jelentését? Ugye darpana, szanszkritul a tükröt az darpanának hívják, és darpa az azt jelenti, hogy büszkeség, és nap pedig azt jelenti, hogy darpana, ami ad büszkeséget. Uh-huh. Ugye, mint a hófehérkében. Uh-huh. Tükröm, mondd meg nékem, ki a legszebb a vidéken. És mit kell mondani erre egy jó tükörnek? Ő a legszebb a vidéken. Ő a legszebb. De ezt valahogy azt hiszem a hófehérkében nem így mondta, és el is történt. Igen. Rosszul is járt vele. De ugye az elmének a tükre az mindig hízeleg nekünk. Te vagy a legszebb, te vagy a legjobb, te vagy a legokosabb, mindig neked van igazad. És hogyha mások ezt nem látják, az azért van, mert olyan nagy illúzióban vannak, hogy nem látják, hogy kinek van igaza. És az elménket azért kaptuk az Úr Brahmától, hogy akkor itt elszórakoztasson bennünket, hogy akkor mindig elmondja nekünk, hogy mi vagyunk a univerzumnak a középpontjai. És ez az elmének a munkakörű leírása. Ezért kapja a fizetését, hogy hízelegjen nekünk. Nem tudom, hogy tapasztaltátok, mert hogy a elme az meg tud győzni bennünket, hogy mi vagyunk a legfontosabbak. És amikor látszólag még negatív is az elme, az is azért van, hogy bebizonyítsa, hogy mi vagyunk a legfontosabbak, hogy mások vegyék már észre, és akkor adják meg azt, amit mi akarunk kapni tőlük. Tehát, hogy ezért nagyon fontos, hogy megtisztítsuk az elménket. Mert amikor a megfelelő lelki gyakorlatokkal, szennév éneklésével, megfelelő hallással megtisztítjük az elménket, akkor tudjuk a valóságot látni. És amikor látjuk a valóságot, akkor le tudjuk írni másoknak, el tudjuk mondani másoknak. És hogyha szeretnél írni, akkor írj el a valóságról másoknak. De ahhoz kell nem csak az írói készség, hanem igen. Kell a lelki megvalósítás is. Megnyíljon a csatorna. Megnyíljon, hogy akkor megkapjad az internet hozzáférést. Letöltésekhez. És ne csak korlátozottan kapjad meg korlátlan internetet. Igen. Ne csak egy 500 megabájtos verziót, hanem egy korlátlan letöltést. Hogy olyat írtam, hogy később visszaolvastam, és akkor meg voltam lepődve, hogy ezt én írtam, hogy mert amúgy így soha nem tudtam azt megfogalmazni, viszont amikor leírtam, amikor így vezetve volt úgymond a kezem, az nem tőlem jött az információ, hanem... De hát ilyenekből még azért úgy kevés van, hogy ilyen nagy bölcseleteket így ki tudok szűrni a internetről. De itt is vannak különbségek, mert van a transzcendentális net, és van a jóság, a szenvedés, a tudatlanság, igen. Ugye, mert nem mindegy, hogy az írók is, hogy melyik csatornához kapcsolódnak, mert... Milyen az előfizetésük? Melyikhez akarnak, mert én ugye sokat igen. Írok Istenről, és az hogy jó. Akkor... Tehát az áll a könyvembe is, a verses kötetbe is, a főszerepbe, hogy legalább megvan a cél, hogy akkor már azt akarom. Tehát akkor az már egyfajta az jóság kötőerejéhez való törekvés. Uh-huh. Ha még nem is esetleg abban vagyok, de hogy arra azt törekszel. Akarom. Igen, akkor már igazából az a feladat, hogy akkor
tökéletesíteni. Tökéletesíteni, és akkor kifejleszteni először a jóság kötörét. Azért vagyunk itt ugye a képzésen, hogy azért van a koránkel, és azért van a tisztaság, azért van a reggeli program, azért van a szolgálat, azért van, hogy praszádomot fogadunk el, azért van, hogy szabályozó elveket követünk, hogy megtisztítsuk a létünket. És ez lehet, hogy az elején okoz egy kis nehézséget, hogy akkor egy csomó dolog, hogy akkor miért kell most ezt csinálni, miért kell most azt csinálni. De ennek van egy célja. Van egy célja. Ugyanúgy, mint bármit akartok csinálni, mindennek vannak szabályok. Valaki akar egy autót vezetni, annak vannak szabályai. Nem mindegy, hogy hova dugod a szúszkulcsot. Mert hogyha füledbe dugod, nem ugyanaz fog lenni az eredmény, mint amikor a helyére teszed. Nem mindegy, hogy melyik ülésre ülsz. Tehát, hogy az első ülésre kell ülni, hogyha vezetni akarsz, és nagyon fontos, hogy a kormány mögé, kell ülni, mert hogyha nem a kormány mögé ülsz, akkor nem tudod vezetni a kocsit. Vagy, ugye, tehát, hogy egy csomó szabály van, és amikor valaki követi azokat a szabályokat, és érti, hogy az autó hogy működik, akkor tudja vezetni az autót. De hogyha valaki nem tudja a szabályokat és nem érti, akkor az autó nem fog sehova menni. Tehát, hogyha csak ezt az egy dolgot, hogy nem oda teszed a kulcsot, ahova kell, nem fog elindulni. Vagy hogyha nem a jó ülésre ülsz, akkor megint nem fog elindulni, mert nem éred el a pedálokat, amivel tudod használni. Tehát, hogy látszólag, amikor valaki már tud vezetni, ez teljesen természetes. Akkor nem kell külön magyarázni, ugye? Nem kell minden reggel elmondani neki, hogy figyelj, erre az ülésre kell ülni, nem a hátsó ülésre. Hát persze, hát nem vagyok hülye, hát tudom, hogy oda kell. De amikor valaki elkezd vezetni, akkor először mindent el kell magyarázni. És amikor nem tudom, van jogosítványotok? Nekem nincs. Picsi, neked? Ugye? Akkor ez egy jó csapat, senkinek nincs jogosítványa, de hogyha majd lesz valamikor jogosítványotok, akkor az elején, amikor én is először beültem az oktató mellé, akkor az elején furcsa volt minden, hogy mi a fenét kell itt csinálni, és hogy fog úgy lenni, hogy ne menjek neki senkinek. De akkor ott volt mellettem, és akkor mindent mondott, hogy hogy kell csinálni, és amikor úgy csináltam, akkor elkezdett valamit. És amikor túl korán engedtem fel a kuplungot, és lefulladt, akkor mondta, hogy na most hülyeséget csináltál, próbálj újra, és akkor mondta, hogy mit kell csinálni. Tehát ugyanúgy meg kell tanulni az egészet. És amikor valaki megtanulja, akkor egy idő után természetessé válik. Ugyanúgy, amikor valaki megtanulja, hogy hogy kell számítógépet kezelni, vagy hogy kell biciklizni, hogy kell bármit csinálni. Az eleinte furcsa, eleinte úgy bizonytalan. De hogyha valaki kitart és akar, oké, akarok biciklizni, akarom internetet használni, akkor megtanulom, hogy mit kell ahhoz csinálni, hogy tudjam én ezt használni. És hogyha már használja, akkor nem kell magyarázni, akkor tudja, hogy mit kell csinálni. És ugyanígy, hogyha megtanulod, hogy hogy kell a transzcendentális szinten megállapodni, akkor az természetes lesz egy idő után. Ugye ezt próbáljuk, ezt gyakoroljuk, hogy ez legyen természetes. Most még nem természetes, most még van egy kis küzdelem, még van, nem is pont mindig azt csináljuk, és lehet, hogy nem is mindig pont. Miért kell ezt csinálni? Azért, mert ez hozzájárul ahhoz, hogy mert itt tudattisztításról van szó, mert nem mindegy, hogy koszban vagyunk, vagy tisztaságban vagyunk, vagy nem mindegy, hogy mi meditálunk. Tehát, hogy van, amikor csak az a különbség, hogy mind meditál valaki, kívülről ugyanazt a dolgot csinálja, de belülről pedig máson meditál. Meséltem már nektek Joe Dispenzának a történetét? Ez egy orvos volt. Nem, most is orvos, aki ez fiatal volt, 24 éves volt, amikor triatlonozott és elütötték biciklivel. Ugye triatlon futás, úszás és biciklizés. És amikor a biciklizés rész volt, akkor a városokba pont mentek az úton, és kijött egy idős hölgy, és nem figyelt oda, és elütötte biciklivel. De nem, hogy csak elütötte, hanem még azt se vette észre, hogy elütötte. És akkor egy 10-20 méteren keresztül tolta el maga előtt a kocsival a bicikl is, úgy, ahogy volt. És akkor egy idő után rájött, hogy valami nem stimmel, hogy nem úgy megy a kocsi, ahogy kellene. És akkor megállt, és akkor látta, hogy elütötte, és akkor maga előtt tolta.
És akkor kihívták a mentőt, bevitték a kórházba, és megröntgenezték, és látták, hogy a gerince 6 helyen eltört. És azt mondták neki, nem meséltem ezt a sztorit? És azt mondták neki, hogy akkor csak úgy tudják megcsinálni, hogy vasakat építenek be a gerincoszlopába, és gyakorlatilag egész életében akkor már nem tud rendesen mozogni, mert akkor ezek a vasak bent lesznek a gerincébe, és gyakorlatilag mint egy ilyen terminátor akkor ott lesz bent, és nem tud majd sportolni, mert ugye ezek bent lesznek a gerincébe. És akkor nem akarta ezt bevállalni, de mondta neki az orvos, hogy 2 napja van, hogy ezt eldöntse, mert hogyha nem csinálunk valamit a csontokkal, akkor azok elkezdenek úgy összeforrani, ahogy most vannak. És akkor még nagyobb baj lesz belőle. Mert ugye a gerinc műtéteknek általában azok nagyon rizikós műtétek, bele is lehet halni. A másik, hogyha nem hal bele, lehet, hogy lebénulhat. Tehát, hogy van egy komoly rizikófaktor. És akkor még ezzel lelkesítették, hogyha nem hal bele és nem is bénül le, még mindig akkor mozgás korlátozott lesz, mert ezek korlátozni fogják a mozgását. Átvitette magát egy másik kórházba, ugyanezt mondták neki. És nem akart elfogadni, mert foglalkozott akkor tájt meditációval, és akkor értette, hogy a meditációnak nagy ereje van, hogyha helyesen van használva. És akkor hazavitette magát a saját felelősségére, persze akkor irattak vele egy papírt, hogy akkor ez csak a saját felelősségére történik. És akkor otthon volt, ápolták ugye a családtagjai, meg etették, meg mosdatták, mert semmi nem tudott felkelni az ágyból. Amit tudott csinálni, egyetlen egy dolgot tudott csinálni, meditálni ugye ebben a helyzetben. És kért egy röntgen felvételt egy egészséges gerincről. És akkor ezen meditált, és naponta 3-4 órán keresztül ezen meditált, hogy ilyen legyen a gerince, hogy ugye össze volt törve a gerince, de akkor szeretett volna egy egészséges gerincet. És akkor minden nap egy 3-4 óráig tartott neki, hogy a meditáció egy kellő fókuszáltságra elérjen. Ugye amikor valaki kezdi a meditációt, akkor ez a meditáció ez még nagyon, nagyon szakadékony, nagyon zaklatott, egy csomó más dolog bejön az elmébe, és nem tudja valaki fókuszálni. De neki nem volt más dolga, tehát nem volt más csinálni valója. És akkor minden nap olyan 3-4 órát ezen meditált. És pár hónapig eltartott neki, hogy kezdett a fájdalom csökkenni, mert folyamatosan fájt a gerince. Kezdett csökkenni a fájdalom, és ezzel a fájdalom csökkenésével akkor egyre rövidebb idő kellett ahhoz, hogy eljusson ehhez a fókuszhoz, hogy akkor kellő fókuszáltságában lássa a saját gerincét. És emellett imádkozott a legfelsőbb személyhez is, hogy tudja, hogy az ő erőfeszítése önmagában nem elég, kell a legfelsőbb személynek a kegye is hozzá. És akkor úgy 4-5 hónap meditáció után akkor kezdett hallani egy belső hangot, hogy hamarosan fel tudsz kelni az ágyból. És akkor a következő nap megpróbálta. És akkor fel lábra tudott állni. És egy pár lépést megtett ott a szobájában. És következő nap ugye, de eléggé elfáraszott, a következő nap akkor a háznak a többi szobájába is sétálgatott, akkor következő nap kiment az udvarra, az utcára, és akkor végül, mivel nem volt messze a kórház, elment a kórházba a saját lábán, és kért egy röntgen felvételt. És akkor megcsinálták neki a röntgen felvételt, és a röntgen felvétel azt mutatta, hogy tökéletes a gerince. Ami meditált, ami volt az a eredeti felvétel, ami igazából nem az övé volt, akkor 6 hónap meditáció után, akkor ez megvolt neki. És nem csinált semmi mást. Tehát, hogy nagyon fontos, és ezt ő maga mesélte el ezt a sztorit.
Tehát, hogy nagyon fontos, hogy mi meditálunk, hogy miközben csináljuk a lelki gyakorlatainkat, miközben csináljuk a mindennapi dolgainkat, végezzük az odaadó szolgálatot, nem mindegy, hogy mi meditálunk. Mert a meditációnk az befolyásolni fogja azt, hogy milyen eredményt fogunk elérni. Nem csak az számít, hogy mit csinálunk kívül, hanem az is számít, hogy mit csinálunk belül az elménkben. És amit csinálunk kívül és amit csinálunk belül, ennek összhangba kell lennie, mert akkor van a megfelelő eredmény. Hogyha egy dologról gondolkodunk belül, más csinálunk kívül, ugye azt képmutatásnak hívják, és az nagyon, nagyon rossz eredményhez fog vezetni. Tehát, hogy ez nagyon fontos, hogy a kettő az összhangban legyen egymással. Ugye ezért, amit mondtam, tehát, hogy szeretnél írni, az nagyon jó. Krisnáról szeretnél írni, az is nagyon jó. Akkor egy megfelelő lelki fejlettség szükséges hozzá, ami ad egy kihívást. De igazából, hogyha valaki akar lelkiéletet gyakorolni, ez mindenkinek a kihívás. Mert mindenkinek el kell érni ezt a szintet. De amikor valaki ezt eléri, vagy legalább már halad afelé, akkor fogja tapasztalni ennek a pozitív hatását, mert hogyha a legfelsőbb személyen meditálunk, akkor kezdenek a legfelsőbb személynek a potenciái megnyilvánulni. Mert azon meditálunk, mert hogyha a hülyeségen meditál valaki, akkor a hülyeség kezd megnyilvánulni. Hogyha az anyagi vágyakon meditálunk, akkor ugye az elménk olyan, mint a szivacs, hogy bármi meditálunk, felveszi annak a objektumnak a tulajdonságait, ami meditál. Tehát, hogy bármi. Ezért nem mindegy, hogy mi meditálunk. Ez így válaszolt a kérdésre? Igen, igen. Köszönöm szépen. Szívesen. Más? Az igazi vágyamat az táplálja, hogy nem is az, hogy most én ezzel milyen sikereket érjek el, és hogy akkor ezzel mennyi pénzem legyen, hanem hogy csak, hogy ugye a többi, így a leginkább így a generációmban, akik így egyre kevesebben hisznek Istenbe, hogy az igazi vágyamat az fűti, hogy... Szeretnél nekik segíteni? Igen, igen, hogy a példámból, hogy én is így mélyről jöttem föl, meg ilyenek, és hogy akkor hogy higgyenek Istenbe. Tehát ez az egyik. Ez a legnagyobb vágyam igazából, hogy ez fontosabb az én egyéni vágyaimnál. Ez jó, de ehhez neked is fel kell készülni. Igen, igen. Tehát, hogy ugyanúgy, amikor másoknak akarunk segíteni, akkor még jobban. Akkor először saját magunkon kell tudnunk segíteni, mert akkor tudunk másokon segíteni, hogyha már magunkon tudunk segíteni. És ez egy jó vágy, ez egy megfelelő vágy, de akkor erre fel kell készülnöd, hogy akkor igen, igen. Tudjál másoknak segíteni. Jó, más kérdés? Hogyha nincs, akkor tartsunk most egy kis szünetet, és akkor szünet után folytatjuk. Srila Prabhupád ki jaj, Srila Rádha Sáma Szundara ki jaj.